Már több mint egy éve annak, hogy hivatalosan is átadták az ország legnagyobb sütőüzemét 60-ban. A Pékség a város főterén már több éve üzemeltet mintaboltot, télen pedig egy újabbat nyitottak az üzem épületében. Bő egy éve kezdtük el a gyártásunkat. Most eljutottunk oda, hogy egyre jobb higiéniai, illetve gyártási gyakorlattal rendelkezünk. 4 technológiai sort üzemeltünk be. Ha összeadom a 4 vonal kapacitását, akkor körülbelül 12 tonna per óra áru gyártására vagyunk alkalmasak. A veszélyhelyzetek rámutatnak annak a felelősségére, hogy mekkora jelentősége van annak, ha Magyarország el tudja magát látni élelmiszerrel. A sütőüzem is ezért kezeli prioritásként a hazai alapanyagokat. Nekünk elvünk az, hogy a alapokhoz vissza kell térnünk, és ezért a tésztáink érlelését azt a természetes módon szeretnénk végrehajtani magában a tésztában, ezért használunk kovászt is, illetve csíráztatott hőkezelt árpa kivonatokat is, hiszen a tészta fermentációjában nagyon jótékony hatással van a termék minőségére. A termékskála a fagyasztott termékektől a napi friss árukig terjed. Az első számú termékünk, mint zászlós hajó, az a Nosztalgia Kifli. Gyakorlatilag itt 60-ban az egyik gyártósoronkon 80%-ban ezt gyártjuk. A Nosztalgia Kifliből itt műszakonként 240 000 darab kiflit tudunk legyártani, és nagyon örülünk, hogy a piac ezt nagy nyitottsággal és szeretettel fogadja. Ez a legdinamikusabban fejlődő termékünk. Most jelenleg ott állunk, hogy hetente 1,3-1,5 millió darab Nosztalgia Kiflit értékesítünk, de ezek a számok folyamatosan nőnek. A legnagyobb hangsúlyt hazánkban a hagyományos kovászos termékekre helyezik. Egyrészt, amiben rendhagyóak vagyunk, még mai napig az ország sütőiparát tekintve, hogy hagyományos kovászolási eljárást használunk. Itt 60-ban is rendelkezünk 5 darab 10 000 literes kovásztartállyal. Egy automata kovászoló rendszert használunk. Ezt a természetes hígfermentációs kovászt adunk hozzá a dagasztásokhoz. Ezek hosszú érésű kovászok, 10-12, akár 16 órás kovászokról beszélünk. Tehát egyrészt visszatérünk a hagyományokhoz, viszont ezt ipari mennyiségben tudjuk gyártani. Másrésztről pedig igen, egyre tudatosabb a magyarországi ember is, és megjelennek azok a piaci igények, amik abszolút az egészséges táplálkozás irányába viszik a fonalat. Hagyományos alapanyagok, újszerű elgondolás, egyre nagyobb hangsúly az egészségtudatos termékelőállításban. Több slágertermékük is lett. Megemlíteném a teljes kiöllésű kenyereinket, akár egy szőlőmagvas kenyeret, akár egy biokenyeret, purpur kenyeret, gyakorlatilag ezek mind olyan tulajdonságokkal rendelkeznek. Például nem okoznak a kenyér elfogyasztása során cukorsokkot az ember szervezetében, ezáltal a fogyasztása sokkal egészségesebb. A hagyományos eljárást igyekeznek ötvözni a modern, egészségtudatos táplálkozás elvárásaival. Ezek a módszerek, ezek a hagyományos kovászolási eljárások nagyon-nagyon sokáig működtek az ország életében. Aztán egy idő után ezt elfelejtették Magyarországon, és most járunk ott, hogy a trendek visszatérnek az alapokhoz, a hagyományos kovászolási eljárásokhoz. Mi ennek nagyon örülünk, mi szeretnénk ennek szintén zászlós hajósa lenne itt az országban. A sütőipari üzemben sokféle kenyér és pékáru készül, ahol van lehetőségük, magyar beszállítóval dolgoznak. Magyar alapanyagokból, magyar gazdáktól, magyar termelőktől magyar terméket szeretnénk előállítani. Ez elsődleges szempont. Minden olyan helyen, ahol erre van lehetőség és mód, nekünk az első számú prioritás, hogy magyar termékeket használjunk. A piacfejlesztés tűzve ki célul belekezdtek egy új termékfejlesztési vonalba a biotermékek vonatkozásában. Egyéb egészséges táplálkozás témakörébe behúzható termékek. Szeretnénk megújulni kicsit termékválasztékban, ehhez kapcsolódik ez a termékfejlesztési vonal, illetve hát nyilván én, mint a gyár vezetője, nekem elsődleges célom az, hogy ennek az üzemnek a kapacitását megtöltsem piaccal.
Jelenleg az üzem 37-38%-os kapacitással dolgozik, az a cél, hogy minél hamarabb eljussanak arra a pontra, hogy növeljék az üzem kapacitását, amit a tulajdonos célkitűzése szerint az elkövetkező 1-1,5 évben szeretnének megvalósítani. A kereskedelmi politikánk az több lábra épül. Az egyik legfontosabb és legerősebb lábunk az a franchise rendszerünk, több mint 370 lipóti franchise bolttal rendelkezünk az egész ország területén. Ez viszi gyakorlatilag a lipóti brandet, ez adja a mi erősségünket, és ezen kívül tulajdonosunk célja, hogy megjelenjünk Magyarország összes kis településén, de nyilván ennek az üzemnek akkora kapacitása, hogy nem tudjuk elkerülni a multikat, és célunk az is, hogy exportáljunk nyugat-európai országokba. Online tendereket figyelünk, és próbáljuk kiszemezgetni azokat a termékeket, amit itt mi 60-ban nagy hatékonysággal tudunk gyártani, és olyan rendhagyó vagy olyan kuriózum termék lehet a nyugat-európai piacon, ami sikeressé teheti a lipóti nevet külföldön is. A jelenlegi termékkínálatból érdemes kiemelni a kenyérfélék közül a magvasveknit, az erdélyi pityókás kenyeret vagy a parasztkenyeret, amik kelendőbbek, ugyanúgy a kakaós csigát, a csokis vagy a füstölt sajtos croissant, illetve a nosztalgia kiflit is keresik a pékség kedvelői.